Kossuth Zsuzsanna hősies, önfeláldozó, emberséges cselekedete volt az alapköve a hazai ápolás fejlődésének, mely 4 évvel megelőzte Florence Nightingale tevékenységét. Kossuth Lajos országos főápolói hivatalt hozott létre, és 1849. április 16-án felkérte legkisebb húgát, Zsuzsannát, hogy vegye át a tábori kórházak ápolás felügyeletét. A Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére Kossuth Zsuzsanna születésnapja február 19-e 2014 óta hivatalosan is a Magyar Ápolók napja.